ebbi napot ülvén, Szent István király tiszteletére, kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Örvendezzetek igazak az Úrban, az igazakhoz illik a dicséret. Boldog nemzetség, akinek az Úr az Istene, a nép, akit örökségül választott magának. Atyának és fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben, vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus, kegyelm az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, augusztus 20-a van, Szent István királyra, Magyarország fővédő szentjére gondolunk. Ezen a mai napon a róla mondott szentmisét elhunyt szülőkért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Úrunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Úrunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, Oh,
Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házad védelmezője a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, és ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavamra, nyisd ki füledet a beszédeimre, ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad. Ez az Isten igéje. Légy áldott Szent István király, légy áldott Szent István király. Minden föld dicsérje Istent, dicső nevének zsoltárt zengjetek, magasztaló éneket mondjatok, légy áldott Szent István király. Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről éneket zengjetek, légy áldott Szent István király. Életet ő ad lelkünkbe, s lábunkat meginogni nem hagyja, légy áldott Szent István király. Mindnyájan, kik félitek az Istent, gyertek, halljátok, elbeszélem, mi nagy csodákat tett vélem. Légy áldott Szent István király. Ajkam hozzá kiáltott, nyelvem dicséretet mondott néki. Légy áldott Szent István király. Szent Leckel Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságukon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van.
Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Szent István királynak a munkája, a műve a magyarság életében nem egyszerűen kultúrtörténeti tény. Kétségtelenül az, de ennél sokkal több. Összehasonlíthatatlanul több. Szent Istvánnak a munkájával és Szent Istvánnak a művével, amelyet ugye az édesapja Géza munkájára alapoz, a magyarság lehetőséget kap az igazságra, és lehetőséget kap az üdvösségre. Itt többről van szó, mint egyszerűen egy vallásnak, vagy egy vallásnak a fölvételéről, vagy egy vallási közegbe való betagozódásról. Kedves testvérek, Szent István királyról nagyon sok mindent el szoktunk mondani, és el is kell mondanunk. Törvényt ad a magyarságnak, törvénykönyvének a két nagy fejezetében, az az 55 cikkely több évszázadra határozza meg a magyarságnak a világát és fejlődését. Közigazgatási rendszert ad az országnak, 10 nagy közigazgatási egységre osztja föl az országot, ispánt, főispánt rendel ezek fölé, a megyék fölé. Tudjuk azt, hogy az egyházépítő tevékenysége mennyire kiváló volt és mennyire nagyszerű volt, ugye két érsekséget és 8 más egyházmegyét is hagy a magyarságra, ugye a kalocsai érsekség, az esztergomi érsekség általa alapítódik meg Magyarországon. Tudjuk jól, ismerjük jól azokat a rendelkezéseit, amivel ugye minden 10 faluhoz templomot rendel, komoly építkezéseket visz végbe, úgy az országnak a területén, mint az egyházhoz rendelve is, monostorokat épít, például Pécsváradon, nem is olyan messze tőlünk, másútt is több monostornak az építését segíti, így Jákon,
a mostanában újra nagyon üdvösen lábrakapó Bakonybélben is, Bakonybél monostorának a felépítésében is segít István király. És számtalan más dolgot tesz még. Sokszor szoktuk idézni, nem véletlen, ugye a mai Szentmisének ugye az olvasmánya, intelmeket ad a fiának, és ebben nagyon szépen rávilágít az egyháznak a szerepére az ország tekintetében. Nagyon szépen beszél például az alázatosságról Szent István király. Ugye ő az első nagy szent magyar családnak, ugye a családfője, ugye ott tudjuk mellette Szent Imrét és nagyszerű feleségét, Gizellát, ezt a bajor hercegnőt. Tehát egy csomó-csomó minden kötődik hozzá, és nem véletlenül az első komoly, az első igazán jelentős, ikonikus szereplője az Európában letelepedett magyarságnak Szent István király. És kétségtelen, mi nagyon sok szempontból példát vehetünk ilyen irányú építő tevékenységéről is. Tehát azokról az építéseiről, fizikai, lelki, szellemi építéseiről, építkezéseiről, amit az előbbiekben jelzett dolgokban, intézkedésekben, ügyekben végbevitt. És utalhatunk rá erre a mai világunkban is, hogy ezek mennyire fontosak most. Ugye mennyire fontos akár a családnak a szerepe, mennyire fontos a nemzeti identitásunknak a megőrzése. Testvérek, érdemes sokszor eszünkbe idézni I. és Gyulának a szavait, nevezetesen, hogy mi magyarul vagyunk emberek. Tehát, hogy mit jelent számunkra a magyar nyelv például? Tehát, hogy ezen a nyelven tudjuk kifejezni magunkat. Az, hogy mi most magyarul ki tudjuk fejezni magunkat, és van magyar nyelv meg magyarság, ezt mi nagyon sokban köszönhetjük Szent István királynak. Az, hogy mit jelent számunkra a kultúránkhoz való viszony, például azokhoz az intézményekhez, vagy azokhoz az épületekhez való viszony, amelyeket például Szent István fölépített, vagy kialakított. Ezek mennyire alapozzák meg a mi nemzeti öntudatunkat? Nyilvánvalóan megalapozzák, és ez számunkra fontos, mert hogy magyarul vagyunk emberek. Tehát az az Európa, ugye, amely kezdi elveszteni ugye a nemzeti identitásait, és ami egy olyan nagyon érdekes és nagyon sajátos masszába próbál összegyúródni, ez nem, tehát úgy tűnik, hogy ez egy nem pozitív dolog. Úgy tűnik, hogy igenis mindannak, amit képvisel Szent István király, képvisel a páros rend, ennek értéke van. És úgy tűnik, hogy a másik oldal, ha szabad egy kicsit ilyen drasztikusan fogalmazni, az nem egyszerűen saját magának a pozitív oldalát hangsúlyozza, hanem sokkal inkább ellenségként kezeli azt a fajta identitást, ami például a nemzetre, nemzeti kultúrára értékként tekint. Tehát mindenképpen egy ilyen vonzata is van, sőt kell, hogy legyen Szent Istvánnak a számunkra. De számomra úgy tűnik, hogy a legfontosabb Szent István király szempontjából, amit mi elsajátíthatunk, ami számunkra visszhangozhat, az az, hogy édesapjának a nyomán keresztényé teszi Magyarországot és a magyarságot. Számunkra a Krisztus az nem egy a vallás alapítók közül. Nem is egyszerűen azért, mert hogy mi keresztények vagyunk, alig, hanem a magyarságnak a vallása, vagy ősvallása alkalmassá tette a magyarságot arra, hogy befogadja mondjuk az egyisten hitet. Miért ne? Miért ne gondolhatnánk ezt? Bizonyára így volt. Viszont számunkra a Krisztus
az nem említhető együtt más vallás alapítókkal. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a keresztény Európában István megtalálta azt a valakit, akihez igazíthatta az egész országnak a vallási irányvonalát, hanem arról, hogy az egy élő igaz Istenhez kötötte a magyarságot. Tehát ez egy nagyon fontos dolog számukra. Tehát itt nem egy kultúrtörténeti tényről van szó, arról is, de itt valami olyan alapvető, fundamentális igazságról, aminek az ereje a mai napig kell, hogy átvilágítsa, nem csak országon határon belül ennek a földnek a világát, hanem személyesen az én világomat is. Tehát, hogy Krisztus a miénk, hogy Krisztus lehet a miénk, ez valami óriási kegyelem, ha belegondolunk itt Európában, most is, 2020. augusztus 20-án, igenis most is. Ez egy óriási kegyelem, testvérek. És talán itt szabad visszautalni az evangéliumnak a szavaira. Mindig joggal szoktunk ugye kiemelni az okos embert és a buta embert, és szoktuk ugye Szent Istvánt ugye az okos emberhez hasonlítani, nem véletlenül. Most mégis ennek az evangéliumi szakasznak a legutolsó néhány sorára hagy utaljak. Ugye itt arról olvasunk, hogy a Jézust hallgatók, azok, ugye itt szokták fordítani ezt a szöveget, hogy nagy ámulattal vagy nagy csodálkozással fogadják azt, amit Jézus mond. Hát az eredeti szövegben igazából itt egy másik szó szerepel, az, hogy ijegységgel fogadják azt, amit Jézus mond. Tehát ott ők megrettennek attól, amit Jézus mond. Beleborzonganak abba, amit a Jézus mond. És nem azért, mert hogy ő egyszerűen okos dolgokat mond az okos emberről, meg a buta emberről, mert hát most miért ne lenne igaz annak, aki arról beszél, hogy aki homokra építi a házát, hát az a ház az bizony előbb-utóbb ugye például az árnak a martalékává lesz. Ez nyilvánvaló, és milyen okosan, milyen jól mondja a Jézus. De itt többről van szó, az, hogy aki mondja, annak van egy olyan ereje, amely erővel senki más nem bír. Mindig belegondolok abba, hogy vajon mi mennyire ismernénk föl a Jézust, hogyha itt lenne. Alig, hanem a hűségünkkel lenne probléma. De hogy fölismernénk a Jézust, én azt hiszem, hogy sokan fölismernénk a Jézust. Ott, akik ezt a példabeszédet hallották, ők fölismerték azt, hogy ki a Jézus. Lehet, hogy nem mindenki volt zsidó, és nem mindenki tudott a messianisztikus zsidó hitről, akik hallgatták. Feltétlenül nagy részük tudták, a hallgatók nagy része tudta ezt, mert hogy zsidók voltak valószínűleg a hallgatóknak a nagy része, vagy egy jó része. De aki nem tudta, vagy kevésbé művelt volt, ugye Hárec, ugye a föld népe, ahogy ugye az írástudók és a farizeusok is lenézték amúgy saját fajtájuk közül azokat, akik nem tudták betartani a törvényeket, mert hogy nem voltak tisztában vala rengeteg törvénnyel, ami volt. Ők azért megérezték, hogy itt valaki egészen különleges az, aki szól. Hogy ez a valaki, ez nem a szomszédból jött ide beszélni. Ő olyan erővel beszél, amivel sem az írástudók, sem a farizeusok nem beszéltek. Ő az élő, eleven Isten fia. Ő a megtestesült Isten, aki emberként és Istenként jön el. Ők ezt érezték meg, akik hallgatták. Ezért hivatkozik Jézus egészen különleges méltósággal és tekintéllyel saját magára, mert megtehette. Mert ő tudta, hogy ő maga kicsoda. Testvérek, mi Szent István királynak
tehát a magyarság Szent István királynak ezt a Jézust köszönheti. Nyilván többi évtizedes fölvezetés után jut el István addig, hogy papokat hív az országba, és keresztény szelleműségű törvényeket alkot meg. Ez teljesen világos. Viszont amit végül is köszönhetünk neki ilyen előmunkálatokkal, az az, hogy most mi ehhez az Istenhez, ehhez a Jézushoz kapcsolódhatunk. Mi az egy, igaz és élő Isten. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy elhunyt szülők részesüljenek az örök élet boldogságában. Kérünk téged. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus a mi Urunk által. Sírástól
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fősségednek bemutatunk, Szent István király közbenjárására. Védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te, Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden viart rendületlenül álljunk Krisztus a mi Úrunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és hangos szóval énekeljük. Szent vagy, Szent vagy. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, György főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról! Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot fölajánljuk, vagy akik ezt fölajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk, mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemens, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőric, Chrysogonus, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról, és minden szentedről.
az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet. Majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát,
és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljük. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szülőkről, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Ceciliával, Anasztáziával, Szent István királlyal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünk bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Amen.
békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten baranya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, ő a mi segítünk, a mi oltalmunk, benne örvend a szívünk. A te
vesződ is pásztorbotot, megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem, hogy szorongatóim szégyent valljanak, aki nékem szolgál, engem kövessen. Kented olajjal fejemet, színültig töltött kelyhemet, és a te irgalmasságot kísér engem, életemnek minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig, aki nékem szolgál. Engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Könyörögjünk! Atyáink, Istenen jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében, védelmez népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket mennyei atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Amen. Jézus Krisztus a mennyei atya szeretett fia adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát. Amen. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Imádkozzunk a Pálos Szent szándékára, édes magyar hazánkért, szeretes hivatásokért, a világ békéért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.